Köszöntöm nézőinket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2013. március 19-én. Főbb híreink röviden. Márciusi hó, téltábornok ezúttal tavasszal támadt. A hitembere II. János Pálról a Deák Akadémián. Életmentés, véradás lesz 26-án a Fehérlóban. Március 14-től ismét beköszöntött a tél, ezúttal nem is a hó, hanem a viharos, akár 100 km/h szél nehezítette meg a közlekedést. Március 15-én Széles Sándor kormány megbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, valamint Csokán Csaba kapitányságvezető ismertette az eseményeket, beavatkozásokat. Kormány megbízott úr, mint a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, hogyan értékeli az elmúlt 24 óra eseményeit? Ilyen viharos széllel, jövő hóeséssel még én sem találkoztam, és azt hiszem, hogy a katasztrófavédelmi kollégák sem. Ezért egy veszélyhelyzet alakult ki, amit most így utólag ítélve nagyon keményen vészeltünk át, és nagyon jól kezeltek a kollégák. Jánosom, hogy a környékén alakult ki Mosonmagyaróvár mellett az a vészhelyzet, amit fel kellett oldani, útzárat kellett alkalmazni, és ki kellett mentenünk több száz kamiont és a hóban rekedt személyautót. A környékbeli településeken tudtuk elhelyezni azokat az autósokat, akik meleg teával és étellel lettek ellátva, és az orvosi ellátást is tudtuk számukra biztosítani. El kell mondanom, hogy emellett az autópályán alakult ki egy olyan helyzet, aminek a feloldása még most sem történt meg. Van, aki több mint 20 órája kinn az autójában tölti az idejét, hidegben és egyrefogyó üzemanyag és élelmiszerkészlet mellett. Mit tud tenni a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság személyi állománya a most kialakult helyzetben? Mit tettek az elmúlt 24 órában? A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel egy központi feladatszabás alapján életbe lép ilyenkor egy olyan rendkívüli szolgálatellátás, aminek megfelelően a kollégáim a tegnap délutáni óráktól kezdve folyamatosan látnak el szolgálatot. Alapvetően az illetékességi területünkön a fő feladatunkat az élet és a vagyonbiztonságnak a mentése képezi, illetve képezte az elmúlt órákban, illetve az éjszakai órákban is. Összességében 70 embert mentettünk ki elakadt gépjárművekből, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársaival karöltve végeztünk helyszíni műszaki mentéseket. Jelen pillanatban is van olyan településünk, amely el van zárva gyakorlatilag, de olyanról nincsen tudomásunk, hogy valaki gépjárműbe rekedt volna. A régi egyes út Kimlén keresztül Győr irányába mindkét forgalmi sávon járható ugyan lassan, az autópálya egészen Győrig mindkét sávban jól járható, és gyakorlatilag a kollégáim azokon a közlekedési csomópontokon teljesítenek szolgálatot, illetve oda mennek, ahová hívják őket. Segítettünk a mentőszolgálat munkatársainak is, illetve folyamatosan reagálunk azokra a bejelentésekre, amelyeket kapunk. Mi várható a holnapi napig? Hát alapvetően ugye mi is figyelemmel kísérjük az Országos Meteorológiai Szolgálat erőjelzését, hát jelen pillanatban vörös-narancssárga riasztás van kiadva. Én úgy gondolom, hogy akkor fog oldódni ez a helyzet, hogyha a szél alább hagy. Ugye a problémát már nem a hóesés okozza, hanem a hófúvások, de ezeket a hótorlaszokat, illetve ezeket az akadályokat közösen a közútkezelő, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai próbálják megoldani, illetve azokon a melegedő helyeken, amelyeket megnyitottak az önkormányzatok, tereljük be a közutakról azokat az elakadt járműben utasként helyet foglalókat, hogy a műszaki mentés idejéig is biztonságban legyenek. A ma esti hírháttérben a katasztrófavédelem munkatársai lesznek a vendégeink. Tárnyák Csaba érsek azon kivételes emberek közé tartozik, aki hivatása során találkozhatott 16. Benedek, valamint 2. János Pál pápával. Személyes tapasztalatairól, valamint 2. János Pál tanításáról beszélt a Deák Akadémián. A pápai szék megüresedése magával hozza azt a kérdést, hogy milyen pápára van szükség. Ennek kapcsán Tárnyák Csaba egri érsek 2. János Pál tanításáról tartott előadást a Deák Akadémián, amelyben személyes élményeit is elmesélte a vendégeknek. 20 évvel ezelőtt ő szentelt püspökké 1993. január 6-án a Szent Péter Bazilikában. Ez egy különleges élmény volt, hiszen ott volt ő, mint Szent Péter utóda, ott volt az a 11 új püspök, akikkel
együtt kaptam meg a püspök szentelés kegyelmét, akik az egész világról jöttek. Olyan élményem volt, hogy mintha az idő és a térnek a korlátai lebomlottak volna. Pápaként II. János Pál azt élte, amit tanított is. A hívő emberek ikonja volt, aki imájával az egész emberiség gondjait vitte az Úr elé. Aki a közelében volt, megérezte, hogy ő Isten embere. Pápaként is mert ember maradni. És ez az, amit sokan megéreztek ő benne, hogy ugyanolyan maradt, mint amilyen előtte volt. Nem játszotta meg magát, nem vett fel allűröket, mint ahogy sokszor tapasztaljuk azoknál az embereknél, akik valamilyen magas feladatot kell, hogy betöltsenek, és akkor egy téves ideából kiindulva úgy gondolják, hogy azzal együtt jár, hogy így és így kell viselkedni. Az érsek elsősorban nem úgy tekintett a pápára, mint tanítóra, hanem mint a szentatyára. Szerencsésnek tartja magát, hogy emberi tulajdonságait is megismerhette, például a humorát. Úgy adódott, hogy éppen akkor bejutottam hozzá egy fényképezkedés erejéig, amikor a 33. születésnapom volt. És akkor ő rám nézett, 33 éves vagy? Azt tudod, hogy amikor a mi úrunk Jézus Krisztus 33 éves volt, ő már megváltotta a világot. Rám nézett, és te mit tettél? Sok dolog van, amit II. János Pál élete során megtanított a híveknek. A legfontosabb talán az, hogy senki ne bújjon állarc mögé. Merjük vállalni önmagunkat, legyünk azok, akik vagyunk, törekedve arra, hogy minden nap egy kicsit jobb emberré váljunk. Ne akarjunk mások lenni, többnek mutatkozni, felvenni allűröket, hanem merjük elfogadni, ahogy az Isten teremtett bennünket, a legtöbbet, a legjobbat kihozni persze önmagunkból. Az érsek imára buzdította a hívőket, hogy ismét olyan ember lássa el a pápai hivatást, mint amilyen II. János Pál és 16. Benedek őszentsége volt. Exkluzív környezetben a Pannonhalmi Apátság Viátor éttermében vehették át mesteri diplomájukat azok, akik a megyei kereskedelmi és iparkamara mesterképzését sikerrel zárták. A mester szakácsok és cukrászok hatfogásos vacsorájára ezúttal a mester fodrászok és kozmetikusok is meghívást kaptak. A mai napon 4 szakmában összesen 40-en fognak mesterlevelet kapni, a 4 szakma pedig cukrász, szakács, fodrász és kozmetikus. És úgy gondolom, hogy ebben a 4 szakmában a mesterlevélnek olyan szinten van értéke, hogy presztízsből szeretnék megszerezni ezek a vállalkozók, illetve valaki alkalmazott ahhoz, hogy kirakhassa az üzlete falára és elmondhassa magáról, hogy ő mester. Milyen szerepet vállal a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara a mesterképzésben? Először is összegyűjti a jelentkezőket, és vállalja, hogy felkészíti őket a mestervizsgára, tehát mestervizsga felkészítő tanfolyamokat is szervezünk, vállalkozás pedagóg ismeret, illetve a szakmai tanfolyamnál is gyakorlati és elméleti felkészítést is, illetve a vizsgáztatást is mi szervezzük meg. Hogy látszik, mennyire nő a mesterlevél presztízse a 21. században? Én úgy gondolom, hogy egyre jobban felértékelődik, illetve most már van olyan törvény is, hogy akik tanulókkal szeretnének foglalkozni, minimum mesterlevéllel kell rendelkezniük, és a határidő ennek 2015. augusztus, és emiatt is egyre nagyobb az érdeklődés a mestervizsga iránt. Rendszeresen tartunk mesterlevél átadókat, évente a vizsgázók számától függően egy vagy kettő ilyen eseményünk szokott lenni a megyei kamarában, de ez egy diplomaosztóhoz hasonló, a kamarai székházban megrendezett esemény hagyományosan a szakmák 99%-ában. Egyetlen szakma a kivétel a szakács. Szakács szakmában az már régóta hagyomány, hogy a szakácsok egy mestervacsorával készülnek. Arra gondoltunk, hogy az ünnepélyességét az eseménynek fokozhatnánk azzal, ha a mestervacsora valamennyi jelöltre vonatkozna, és ehhez kerestünk egy jó helyszínt. Azt hiszem, hogy ennél kellemesebb, látványosabb helyszínt keresve sem találhatunk valamit itt Pannonhalmán, az apátság szomszédságában. És az eseménynek az adja a fénypontját, hogy egy hatfogásos vacsorával készültek a szakácsok, cukrászok a desszerttel, és a meghívottak, valamennyi mesterjelölt ennek a gyümölcsét élvezheti a mai mesterlevél átadó alkalmával. Mi lehet a 21. században a mai szakácsok erőssége? A kreativitás, az egyediség, vagy a hagyományokhoz való ragaszkodás? Hát a legnagyobb problémánk most,
hogy az Európai Unióba beléptünk, hogy félünk attól, hogy uniformizálódik a gasztronómia, hogy elveszik a Kárpát-medence gasztronómiája. Na most ez a mi feladatunk, hogy ezt erősítsük, hogy minél tovább maradjon meg, és visszahozni a régi recepteket, és azokat új felfogásban tálalni. Akkor haladunk a korral, nincs gond, az új vívmányokat föl tudjuk használni, és mégis, ha bekötik a szemünket, akkor is fölismerjük azt az ízvilágot, ami a Kárpát-medencében meghonosodott. 2004-ben végeztem itt Győrbe a Krúdi vendéglátószak középiskolába cukrászként, utána egy kicsit másfelé tevékenykedtem Sárváron és Szombathelyen dolgoztam, és a sorspintől, hogy visszakerültem a képzőiskolámba, mint cukrász oktató. Ugye közben főiskolát végeztem, és folyamatosan, ugye a mi szakmánk olyan, hogy folyamatosan képezni kell magunkat, és ezért jött a rangsorba a cukrász mestervizsga. Nagyon fontos, hogy akik cukrásznak jelentkeznek, megfelelő kreativitással, kitartással, szakmaszeretettel álljanak neki egyáltalán a szakma tanulásának, és ugye, ahogy mondtam, folyamatosan képezni kell magunkat, követni a nemzetközi trendeket, próbálunk most már átállni nem azok a monumentális süteményekre, hanem inkább több ízt variálunk, több ízt kombinálunk össze, és kisebb mennyiségekbe. Maximálisan elégedett voltam így a kamara részéről is, és a oktatók részéről is. Nagyon sokat követeltek, szóval magasan van a mérce, hát próbáltuk minél magasabban teljesíteni. Március 26-án, kedden, ismét véradást szerveznek Moson-Magyaróváron. A megyei vérellátó szolgálata Fehérló közösségi házba várja a 18 és 65 év közötti egészséges embereket. Fontos a véradás előtti folyadékfogyasztás, mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában, és ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben, az erek teltebbek, a véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel. Március 22-e a Vízvilágnapja, amelyet évek óta színes programokkal ünnepel meg az Aqua Szolgáltató Kft. Idén is lesz lehetőség előzetes bejelentkezés után bejárni a Fekete-erdei vízműtelepet, délután pedig a Futurába várnak kicsiket és nagyokat színes programokkal, például Tóth Gabi koncertjével. Az Aqua Szolgáltató Kft. Az idei évben is március 22-én rendezi meg Vízvilágnapi rendezvényét, melyre nagy szeretettel várjuk a szolgáltatási területünken élőket, családjaikat, valamint gyermekeiket. Az Aqua Szolgáltató Kft. Március 22-én pénteken 10 órától várja az érdeklődőket a nyitott kapuk napján, melyen telephelyeink látogathatók. 16 órától kezdődően a Moson-Magyaróvári Futurában szakmai programokkal várjuk az érdeklődőket. 17 órakor lesz a rendezvény hivatalos megnyitója, melyet a rajz és fotópályázat eredményhirdetése követ. A megnyitó után a kicsiket játékos programokkal várjuk, sztár vendégünk pedig Tóth Gabi lesz. 16 és 18 óra között a rendezvény díjtalan, majd ezt követően a Futura 50%-os jegyárakkal várja a kedves vendégeket, mely egészen este 9 óráig teljes körű játékhasználatot biztosít. Az Aqua Szolgáltató Kft. Egyik küldetése, mint köztudott, az egészséges életmódra való nevelés. Ez a rendezvénye is ezt kívánjuk tudatosítani a gyermekekben és a családokban. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Ma este Sallai Péter, a megye katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, valamint Kéri Lehel szolgálatparancsnok lesz a vendégünk, akivel az elmúlt napok eseményeit értékeljük. A hírháttért követően napról napra heti hírösszefoglalónk ismétlésével jelentkezünk, friss híradóval pedig március 20-án szerdán várom Önöket. Nézzék továbbra is műsorunkat és kövessék híreinket a Facebookon is, viszontlátásra!